szerepet játszottál? Hogy élted meg? Nyilván, mivel az én életem és az én gondolataim nagy részt azért van hozzá közöm, tehát egyrészt magamat, de másrészt ugye a próbák folyamán annyira el kell távolítani magunktól, hogy gyakorlatilag egy szereppé változik az egész. Tehát, hogy is. Mennyire volt nehéz ezt neked megcsinálni? Hogy másokon segíts, gondolom, az volt a cél. Igazság szerint azt, hogy ezt az egészet létrehozzuk, ez nem az én ötletem, hanem az Elei Miklósé, az egyik írói, és tudta, hogy én kacérkodom a monodrámával, hogy de jó lenne egyszer monodrámát játszani, kipróbálni magam benne, mert még sosem csináltam ilyet. És beszélgettünk róla, hogy mit kéne, aztán megtudta, hogy én rákbeteg vagyok, és azt mondta, hogy nekem a saját történetemet kéne megcsinálni, és nem másét. És hogy ő ebben nagyon szívesen segít. És akkor elsőre rögtön 2 másodperc múlva nemet mondtam, de végül is az vitt rá, hogy én mindig, amikor kijöttem a kórházból, akkor azt éreztem, hogy valamit vissza kell nekem adnom abból, amit ott kaptam, és mindenféle civil munkákat elkezdtem végezni, például a rádióban hírt olvastam, ilyesmiket csináltam, és valahogy, bár nagyon szerettem, de azt éreztem, hogy ez nem elég. És aztán, amikor elgondolkodtam a Miklósnak az ajánlatán, akkor azt éreztem, hogy a saját eszközeimmel, amiben igazán otthon vagyok, és ami az életem, a színház, azzal talán ez sikerülni fog. És végül is így történt az, hogy interjúkat csinált velem a Miklós, és aztán Pető Sándorral, a társszerzőjével megcsinálták a darabot. Tetszik a darab? Hát szeretem. Dolgoztunk azután nyilván még vele, hogy ők átnyújtották nekem a szerintük készet, és akkor még fésülgettünk rajta egy kicsit, és amikor már a Tege Antal, aki rendezte ezt az előadást, az ő kezébe került a darab, akkor vele is fésültünk még rajta. Nyilván nagyon sokat, hogy ez tényleg igazán színpadképes legyen, de szerintem zseniális ötlet, amit a szerzők kitaláltak, hogy Karki Temiát, ami ugye a darabnak a címe, egy görög múzsát, ha úgy tetszik, istennőt hoztak létre a ráknak. És én gyakorlatilag vele játszom végig ezt az előadást.